Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, folytatva a Bud Spencer filmek bemutatását jöjjön a Piedone sorozat harmadik, illetve negyedik része. A Piedone Hongkongban nagy siker lett, nem akkora, mint az első rész, de még így is nagyon megérte a producereknek. Ezután azonban rögtön nem folytatták a sorozatot, ugyanis megkezdődött a duó életének legsikeresebb időszaka. Ekkor forgatták az És megint dőbe jövünket, a Kincs, ami nincset, illetve a Bűnvadászokat. Azonban a producerek folyamatosan ostromolták közben Bud Spencert, aki végül is rábólintott, hogy elkészítsen egy újabb Piedone filmet. Eközben fontos pont volt, hogy a duó teljesen elment a vígjáték műfaj irányába. Így a producerek azt a döntést hozták, hogy a következő Piedone film műfaja legyen vígjáték. Az alapkoncepció nagyon egyszerű volt, hasonló sikereket szerettek volna elérni a harmadik Piedone filmmel, mint Bud Spencer és Terence Hill a közös mozikkal. Végül is úgy tudták összehozni a dolgot, hogy Bud Spencer két filmet forgatott Afrikában. Az egyik az Én a vízilovakkal vagyok, a másik pedig a Piedone Afrikában. Az, hogy a harmadik Piedone filmnek vígjátéknak kellett lennie, több tekintetben is változtatott az eddigi filmek stílusán. Először is érezhető, hogy a történetre jóval kevesebb hangsúlyt fektettek, mint az eddigi két részben. Sztori tekintetében akár azt is mondhatjuk, hogy a harmadik Piedone film az első rész alaptörténetét dolgozza fel újra, csak kicsit máshogy. Az új műfajra való tekintettel az alkotók odafigyeltek arra, hogy sokkal gyorsabban indítsák be a cselekményt, illetve Caputóval jóval többször találkozhassunk és több szöveget kapjon. Emellett a második részhez hasonlóan itt is kap Bud Spencer maga mellé egy gyerekszereplőt, aki fontos része a történetnek. Még mondjuk az első résznél azt mondhattuk, hogy Bud Spencer a központi karakter, és sok jópofa mellékszereplő van körülötte, addig itt a harmadik rész esetében az történik, hogy Bud Spencer még mindig központi karakter, de már két karaktert szinte vele egyenértékűvé léptetnek elő. Erre talán a legjobb példa, hogy a Piedone Afrikában láthatunk olyan jeleneteket, melyekben nem is szerepel Bud Spencer, csak Caputo, illetve Bodo, és mégis poénossak. Talán egy kicsit fájó pontom a filmmel kapcsolatban, hogy az elején a Piedone zenét egy picit átvariálták, és ez a változtatás nekem annyira nem jött be. Maga az, hogy a Piedone sorozat vígjátékba vált, annyira nem zavart. Azonban az, hogy nem minden poén működik, illetve hogy újra mesélték tulajdonképpen a történetet, már egy picit nehezebben feldolgozható. Ennek a filmnek csak egy olyan szinkron változata létezik, melyben Bud Spencer hangja Kránitz Lajos és 1999-ben készült. Annak idején, amikor ezt a filmet bemutatták Magyarországon moziban, akkor feliratos volt. Hogy ennek mi volt az oka, arra sajnos nem sikerült rábukkannom. Ez, amit most elmondtam, ez azért egy fontos dolog, mert így nagyon nehéz eldönteni, hogy a Piedone Afrikában nem annyira vicces, vagy nem sikerült olyan jól a magyar szinkron. Hiszen ha mondjuk összehasonlítom a Piedone a zsaru 79-es, illetve 99-es szinkronját, akkor leginkább pont a poénok hiányoznak. Simán elképzelhető, hogy ha annak idején ehhez a filmhez készült volna egy bújtoros szinkron, akkor teljesen másképpen tekintenénk rá. Ennek ellenére el kell ismernem, hogy a Piedone filmek során ennél a mozinál éreztem először azt, hogy van benne néhány cikisebb jelenet. Ami kimondottan zavart, az az a jelenet, amikor Bud Spencer táncol. Talán ennél csak egy cikisebb dolog van, hogy tánc közben láthatunk egy vágást, majd utána Bodót is táncikálni. Persze maga a jelenet szórakoztató, csak egész egyszerűen az eddigi két filmhez nem illik. Az az érdekes, hogyha egyben nézem a Piedone sorozatot, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy talán ez a leggyengébb rész, de simán elképzelhető, hogy ez a bújtoros szinkron hiányának köszönhető. A magam részéről egy alternatív Bud Spencer skálán 50%-ra értékelném. Persze a film siker volt, ezért elkészülhetett a negyedik rész is a Piedone Egyiptomban. Ezzel a filmmel kapcsolatban azonnal értelmet nyernek az előző mozihoz tett kijelentéseim. Ugyanis ennek van bújtoros szinkronja, és már az első 10-15 percben azt vehetjük észre, hogy sokkal viccesebb, mint a harmadik fejezet. És talán itt érdemes megjegyezni, hogy nagyon hálásak lehetünk mi magyarok Bújtor Istvánnak, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy az ő személye mellett nagyon fontosak még a mellékszereplő szinkronhangok is. A Piedone Egyiptomban sok tekintetben jobban működik, mint az Afrikában, de azt a stílust viszi tovább. Például abban a tekintetben, hogy azért ebben a filmben is van néhány cikisebb jelenet. Talán erre a legjobb példa az a jelenet, amikor Piedone úszik a krokodilok elől, és ahogy az olasz filmgyártásban megszokhattuk, valószínűleg valami dokumentumfilmből vágtak ide néhány krokodilt.
Az előző részből átemelték Bodót, illetve azt is, hogy Caputo jóval hangsúlyosabb szereplő, mint az első két fejezetben. De ez a két karakter valahogy kevésbé válik zavaróvá, mint a harmadik rész esetében. Továbbá nekem az is jobban tetszett, hogy valamivel jobban működik a krimi szál, mint a Piedone Afrikában esetében. Ugyan már egy pár szót beszéltem róla, de akkor nézzük konkrétan, a Piedone Egyiptomban-hoz kettő szinkron létezik. Az első 1981-ben készült Bújtor Istvánnal. Ennél a változatnál a kiváló Zente Ferenc Caputo hangja. Amit még megemlítenék, hogy ugyan egy kisebb szerepben a törpe hangját adja Harkányi Endre, de valami felejthetetlen módon. A mellékszereplőknek olyan kiváló művészek kölcsönözték a hangjukat, mint Komlós Juci, Gáti Oszkár vagy éppen Verebé Iván. Ehhez a filmhez is készített a TV2 egy Kránicos szinkron változatot, amivel pontosan ugyanaz a probléma, mint az összes többi Piedone filmnél. Egész egyszerűen túl kevés a poén, és azok sem igazán jók. Simán elképzelhető, hogy akár a bújtoros szinkronnak köszönhetően is szórakoztatóbbnak tartom a Piedone Egyiptomban, mint a Piedone Afrikában. A bújtoros változatban, amikor a film végén Caputo megjelenik női ruhában, akkor fantasztikus beszólásokat hallhatunk. Itt hallhatjuk, hogy Piedone megjegyzi, hogyha visszamegyünk Nápolyba, elmondom mindenkinek, hogy buzi vagy, illetve hogy a sok öltözködés miatt rokonságba kerültél a homokkal. Nyilvánvaló a két szinkron között eltelt 20 év, de az ilyen jellegű beszólások teljesen kimaradnak a Kránic féle változatból. Pont ezért is egy alternatív Bud Spencer skálán 60%-ra értékelném a Piedone Egyiptomban. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!